Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Lehetne jobb is. Hát van egy ismerősöm, aki ugye három laki, tehát ami azt jelenti, hogy lakik Magyarországon, lakik Németországban, meg lakik Olaszországban, és azt mondja, hogy nem tudják a magyarok, hogy milyen jó dolguk van. Hát most például az olaszok ugye megszüntetnek mindent otthon bent, de továbbra is Olaszországba úgy lehet menni, hogy tesztekkel. Persze. Tehát érdekes. Viszont Horvátországba lehet jönni-menni. Úgyhogy a horvátoknak úgy látszik több eszük van. Szóval egy érdekes világot élünk. Éppen beszélgettem valakivel, ugye, aki elég sok áramot használ vállalkozóként, és akkor mondták, hogy gyakorlatilag az áram árát azt duplájára emelték, tehát 54 forint volt a vállalkozóknak az áram, most fölemelték 110-re egy kilowattot. A gázt meg még nagyobb mértékben emelték, mint 100%. Na most kérdés az, hogy mit fogsz csinálni akkor, hogyha megszűnik a rezsicsökkenés. Például Romániában voltak, tehát van akik ugye kint, tehát ott élnek, és ugye van velük kapcsolatunk, és azt mondták, hogy például az áram árát háromszorosára emelték fel. Na most ugye az a tervezet, hogy a rezsicsökkenés az csak így ilyen májusig vagy júniusig lesz, aztán annyi, aztán tovább nem finanszírozható. Tehát például ugye a Shell-nél van olyan üzemanyag, amire nem vonatkozik ez a 780, illetve a izénél is van, az ÖMV-nél is, vagyis ez a 480 forintos, hogy hívják, ástob, és 780 forint az az üzemanyag, amire nem vonatkozik, érted? És tehát lényeg az, hogy az azt jelenti, hogy az üzemanyag ár is duplájára fog emelkedni. Mit fogtok csinálni, hogyha az energiahordozók felemelkednek duplájára? És akkor azt mondod, hogy fával fűtesz? Hát a fa még nagyobb mértékben emelkedett, mint a villany. Ide hívjuk a kínaiakat. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy érdekes világban élünk, nem? Tehát ugye a múltkor beszéltem róla az előzőben, hogy a háború az elvileg nem okoz gazdasági válságot, hanem az háborúnak gazdasági növekedést kellene okoznia, mert a háború az azoknak az országoknak, akinek a területén nem folyik, azoknak egy baromi nagy üzlet. Gondoljátok végig, akkor hogy van gazdasági válság? Hát nem azért van gazdasági válság, mert háború van. Ha te azt gondolod, akkor óriási tévedésbe vagy. Mert ugye akkor alig várod, hogy abba maradjon a háború, és akkor már nem lesz gazdasági válság. De nagy tévedésben élsz. A gazdasági válság nem ezért van. A gazdasági válság a világ eladósodottsága miatt van. Erről is beszéltem. Tehát el van adósodva a világ, el van adósodva a lakosság, és gyakorlatilag ide lehetett jutni ezzel kapcsolatban.
Hát ugye ezt én régóta mondom, hogy nagy bajok lesznek, már a 90-es évektől mondom, hogy nagy bajok lesznek a jövőben, gazdasági, anyagi szempontból, infláció szempontjából, stb. Stb. És most itt vagyunk ebben a világban. És mit fogsz kezdeni? Tehát az embernek van egy logikus túlélési működése. A logikus túlélési működés pedig azt jelenti, hogy több bevételt kell teremteni, mint amennyi a kiadásod. Ezt lehet, hogy most eddig megcsináltad, de mit csinálsz akkor, hogyha elkezd minden arra a sorsra jutni, hogy mondjuk rövid időn belül duplájára vagy triplájára emelkedik? Akkor mit csinálsz? Tehát akinek van egy-egy jövedelme, az azt mondja, hogy tehát elég jövedelme, az azt mondja, hogy nem gond. És mi van azokkal, akiknek nincs, nem lesz elég jövedelmük? Tehát azt fogod csinálni, hogy még inkább hitelből élsz? Vagy az emberek még inkább hitelből fognak élni? És akkor az azt jelenti, hogy tudod, hova jutnak azok, akik hitelből élnek? Hát nem fogják tudni egy idő után finanszírozni a hitelt, és mi történik velük? Elveszik tőlük a vagyonukat. És akkor szépen be lehet vezetni ugye azt a tervezetet, hogy akiknek sok a hitelük és nem tudják fizetni, azok beadják a vagyonukat, és akkor kapnak majd egy ilyen segélyt, amit ugye alapjövedelemnek neveznek, vagy mi a manónak, vagy fognak nevezni, mert ugye ez a tervezet, és akkor ezt az alap, tehát nem azt fogják mondani, hogy segély, hanem ezt az alapjövedelmet akkor is megkapják, de gyakorlatilag teljes kiszolgáltatottságban fognak élni. És akkor lesz kétfajta ember, lesznek a gyakorlatilag a teljesen kiszolgáltatottak, meg lesznek azok, akik nem kiszolgáltatottak. Mi lesz? Mi lesz, hogyha nem lesz elég a jövedelmed? Mit csinálsz? Tehát az embernek, ugye ezt 90-es évektől mondom, hogy kell egy olyan jövedelmének lenni, ami gyakorlatilag valamilyen szinten független attól, hogy mi folyik a világban. Érted? Tehát ugye milyen jövedelmeket lehet teremteni? Mi lehet, hogy ezt lerajzolom nektek. Úgyse szoktam az első részben rajzolni, akkor hadd rajzoljak már egy kicsit. Oké? Ah, szuper, nagyon jó. Láttok egy nagy fehér táblát. Jó, tehát így van. Tehát az embernek ugye van, azt mondja, hogy látható? Nagyszerű. Négyféle jövedelemből tudsz jövedelmet szerezni. Nem kérdeztelek. Tehát lehet alkalmazott, nem? Vagy lehet például vállalkozó. Ez az egyéni vállalkozó, kisvállalkozó, kényszervállalkozó. Vagy lehet például befektető, de ugye mi baj van a befektetéssel? Hát az sok. Tehát valamiből meg kellett teremteni, nem? És lehet, azt mondja, hogy olyan, hát mondjuk üzlet, hát mondjuk olyan üzletből az embernek jövedelme, ami hozza magától a pénzt. Tehát például ilyen mondjuk a, tudom, feltalálsz valamit és kapsz utána jogdíjat. Vagy például mondjuk, itt tudom én,
írsz egy könyvet és akkor kiadják a könyvedet rendszeresen. Vagy például olyan üzlet, ami mondjuk tételezzük fel, hogy tudom én, mondjuk olyan jövedelmet hoz, amit úgy hívnak, hogy hogy is hívják? Így van, passzív jövedelem. Tehát passzív jövedelem. Igen, nem jutott eszembe a szó. Tehát passzív jövedelem. Tehát ugye az passzív jövedelem, ami mondjuk könyvkiadásból van, tehát úgy könyvkiadás, hogy írtál valamit, vagy feltaláltál valamit, vagy stb. Stb. Tehát olyan üzlet, ami passzív jövedelmet hoz. Ugye passzív jövedelmet hoz a befektetés is. Tehát ez a rész az aktív jövedelem, ami azt jelenti, hogy dolgozni kell érte, nap mint nap, hónapról hónapra, hétről hétre. És van ugye az a fajta jövedelem, amiért nem dolgoznak az emberek. Tehát az passzív jövedelem, miért valamikor megdolgoztak, ez a lényeg, érted? És akkor is hoz pénzt, hogyha már nem dolgoznak érte. Érted? Tehát megírta valaki a könyvet, az munka volt. Vagy feltalálta azt, amit feltalált, az munka volt. Vagy létrehozott egy zeneművet például, az munka volt. És utána passzív jövedelmet eredménye számára az a dolog. Tehát ez azt jelenti, úgy hívják, hogy késleltetett jövedelem. Tehát amikor például írta a könyvet, vagy írta a zeneművet, akkor nem hozott neki egy fillér hasznot sem, sőt egy fillér bevételt sem, sőt mondhatjuk csak, hogy vitte a pénzt, mert közben nem tudott más csinálni, érted? De amikor elkészült, hát ez mondjuk egy regény megírása azért, gondoljátok végig, nem 5 perc, mondjuk egy találmány feltalálása, az is lehet, hogy évek, érted? Tehát ez mind olyan, hogy dolgozott rajta, hát legtöbb esetben éveket, érted? Ritkán hónapokat, és utána folyamatosan hozza a jövedelmet. De az nyilván nem azt jelenti, hogy nem kell érte utána semmit tenni, csak mondjuk sokkal, de sokkal kevesebb energiát kell beletenni, mint mondjuk akkor, amikor beletette, vagy egy aktív jövedelemből élőnek. Mert egy aktív jövedelemből élőnek, ha mai világban, bárhol a világon meg akarnak élni, akkor 8-10 órát legalább dolgozni kell. Tehát a vállalkozók azért élnek jobban valamivel, mert többet dolgoznak, mint az alkalmazottak. És valamivel kevesebb adót fizetnek, és ezáltal több marad nekik. De aktív jövedelem, érted? Tehát állandóan dolgozni kell érte. Tehát passzív jövedelmet kellene elérni, ha át akarnád vészelni ezt az időszakot. Miért? Mert ha aktív jövedelmed van, aktív jövedelemből nem biztos, hogy találsz olyan munkát, vagy olyan vállalkozást, ami kellő pénzt hoz. Na most megnézzük, ugye a vállalkozásnak ugye van egy problémája, az a problémája, hogy sok befektetést igényel.
A befektetés, ha valaki befektetésből akar élni, hát az még több befektetést igényel. Tehát mondjuk gondold végig, mondjuk egy befektetésnek van mondjuk éves szinten 20% hozadéka, hát ahhoz, hogy abból valaki megéljen, vissza lehet számolni, hogy mondjuk, tudom én, hogy legyen belőle 500 ezer forint havonta, akkor az 6 millió hát 6 milliós éves haszon, és ha 20%-a hozadék, ami már egy nagyon jó hozadék, eszméletlen jó hozadék, akkor az azt jelenti, hogy 5-ször annyi, tehát 30 millió forintja van befektetve, érthető ez? Tehát ha például 10% a hozadék, akkor 60 millió forintnak kell lennie, hogy valakinek legyen belőle havi szinten 500 ezer forint jövedelme, érted? Ráadásul ugye ezeket általában nem feltétlenül havi szinten fizetik ki ezeket a jövedelmeket, hanem inkább éves vagy több éves szinten. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol soha nem volt ennyire aktuális az, hogy miből élsz, és mi lesz veled mondjuk fél év múlva, vagy egy év múlva, vagy két év múlva, érted? Tehát passzív jövedelmet, mondom, befektetésekből lehet elérni, vagy olyan üzletből, ami passzív jövedelmet hoz, amikor felépült, amikor megvalósult. Miben lehet passzív jövedelmet elérni? Én passzív jövedelmet hozok létre 87 óta. Tehát én 87 óta passzív jövedelemből is élek. Oké? Hogyan kezdtem el a passzív jövedelmet létrehozni? A passzív jövedelmet úgy kezdtem létrehozni, hogy elmentem üzletkötőnek, és amikor meg volt kötve az üzlet, utána rendszeresen a havi forgalomból, amiket üzleteket kötöttem, annak volt jutaléka. Világos ez? Tehát egyszer megkötöttem, és ameddig az az üzlet fennállt, addig az nekem hozott pénzt, de nyilván nem egy helyen egy üzletet kellett megkötni, hanem sok üzletet kellett megkötni, és ezáltal ugye sok passzív jövedelem lett, és a passzív jövedelmem pár év után meghaladta az alkalmazotti aktív jövedelmemet. És onnantól kezdve azt mondtam, olyan 89-től úgy durván, hogy most már értem, hogy miért mondják azt, hogy aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni. Mert ugye kik dolgoznak? Ez a két terület. Az aktív jövedelmesek dolgoznak folyamatosan, évtizedeken keresztül. Érted? És például a nyugdíj, az egy passzív jövedelem. Érted? És akkor azt mondják az emberek, hogy ők megdolgoztak a nyugdíjért, és ezért 40 év munkának az eredménye, ugye a passzív jövedelem, a nyugdíj. Igen, de tudod mi a baj a nyugdíjjal? Hogy kevesebb, mint az aktív jövedelmed volt. Sőt, ha valaki vállalkozó, akkor legtöbb vállalkozó ugye minimálbérrel van bejelentve, ezért a nyugdíja az sokkal kevesebb, mint az aktív jövedelme volt. Tehát gyakorlatilag mindenütt a világon a nyugdíj, akármilyen hihetetlen, életszínvonal csökkenést okoz az aktív jövedelemhez képest. Világos ez? Mindenütt, nem csak itt Magyarországon, a világon mindenütt a nyugdíj az kevesebb, mint az előtte lévő aktív jövedelem. Tehát ha kevesebb, akkor életszínvonal csökkenést okoz. Világos ez?
Lehet, hogy azt mondod, hogy de hát a nyugdíjasoknak kisebb az igényük, lehet, hogy kevesebbet esznek, de például nagyobb a meleg igényük. Ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasoknak több hőre van szükségük télen. Érted? Tehát mert jobban fáznak, mert a vérkeringésük már nem olyan, mint fiatalkorban. És sokkal többet költenek, na mire? Gyógyszerre. Érted? Vannak, akik kisebb vagyonokat költenek havi szinten gyógyszerre. Érted? Tehát ha valaki azt mondja, hogy a nyugdíjasok kevesebből élnek átlagosan, mint előtte aktívként, ez nem igaz. Már csak azért sem igaz, mert egyik napról a másikra lesz valaki nyugdíjas. Világos? Tehát egyik nap még aktív állományban volt, másnap meg nyugdíjas lett. Tehát a nyugdíj és az aktív állomány között nincs átmenet. Nincsenek hónapok vagy évek, hanem egyik pillanatra a másikra lesz az ember nyugdíjas. Tehát a nyugdíjas, ha kevesebb a havi költsége, azért, mert jobban összehúzza magát. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy kevesebbet költ. De az életszínvonal csökkenést jelent. Világos ez? Na most, ha azt gondolod, tehát ez valahogy úgy néz ki, hogy világos legyen, megmutatom. Az embernek körülbelül ilyen az életútja, jó? Tehát van egy gyerek, van egy ugye gyerekkora az embernek, ahol a jövedelem, mondjuk ez a gyerekkor, itt a gyerekkor vége, eddig van gyerekkor, a jövedelmed, ez innen indul, és lesz egy jövedelmed, oké? Amely emelkedik, nem egyenesen emelkedik, hanem hullámosan, és egyszer csak eljut az ember a nyugdíjas korhoz, ahol a nyugdíj az kevesebb, ja és ez is így megy lefele, tehát a nyugdíj is lefele megy, na ez az élet görbe, érted? Életszínvonal szempontjából. Tehát így élnek az emberek. Kik? Az alkalmazottak, meg a vállalkozók. Oké? Tehát itt a szülők tartottak el, tehát nem volt saját jövedelmed. Ez amikor jövedelmet teremtettél, és ez az időszak az, amikor eljutottál oda, ha nyugdíjas vagy, hogy gyakorlatilag a nyugdíjad értéke az kevesebb, egyre kevesebb. Tehát az infláció alatt van mindig a nyugdíj emelése. Világos ez? Nagyon ritka, hogy infláció felett emeljenek nyugdíjat. Tehát magyarul az áremelkedés nagyobb mértékű mindig, vagy majdnem mindig, mint a nyugdíjak emelése. De ugyanez a helyzet, az a baj a alkalmazotti léttel is, hogy általában az alkalmazottak, ha egy munkahelyen dolgozik valaki, akkor általában az alkalmazottak béremelése az alacsonyabb, mint az infláció. És akkor miért van mégis egy felfelé mutató ív a legtöbb embernél? Mert nem kötelező egy munkahelyen dolgozni. Tehát én például már annak idején, mikor az első munkahelyemen voltam, akkor láttam, hogy elment egy kollega. Tehát felmondott, elment. Elment egy másik munkahelyre, ahol több bért kapott, több órabért. Majd onnan elment egy másik munkahelyre, ahol még több órabért kapott. Majd utána visszajött ide a céghez, ezáltal neki volt a legmagasabb órabére. Érted? Mert a többinek azon az egy munkahelyen nem adtak annyi béremelést, mint neki az alatt a, mit tudom én, hány hónap vagy mennyi idő alatt. Érted? Tehát ha az ember ugye béremelést akar, akkor munkahelyet változtat.
és ezért van emelkedés. Tehát mikor van csökkenés? Ha mindig ugyanazon a munkahelyen dolgozol, érted? Mert a munkahely neked nem ad akkora béremelést, mint az infláció. Ezért ugye az alkalmazottak, az okosabbjai munkahelyet váltanak, keresnek egy jobban fizető munkahelyet, de majd ott is oda jutnak, hogy nem kapnak annyi béremelést, mint az infláció. Oké? Tehát az inflációnak a tényleges tájékoztatása az elmúlt 15 évben az kamu. Jó? Mindig jóval több volt az infláció, mint amennyi, tehát a pénzromlás, az áremelkedés, mert ugye ez az infláció, mint amennyit ténylegesen bevallottak. Oké? Hát most is körülbelül a, hát a negyedét vallják be, úgy durván, a negyedét. Szóval egy olyan világban élünk, hogy te készülsz arra, hogy majd nyugdíjas leszel, hát erre készülsz, oké? Hogy majd lesz passzív jövedelmed, mit tudom én, 20-30 év múlva, ha egyáltalán megéled az aranykort, nem valószínű, mindegy, érted? De tételezzük fel, hogy amit eddig beszéltem, az nem úgy lesz, jó? Nem ezt mondom, hanem az aranykort meg ilyeneket, úgyis úgy lesz, csak tételezzük fel, hogy nem úgy lesz. Tehát, hogy 20-30 év múlva még ugye gondolkozol, és azt gondolod, hogy azzal az élettel, amit most eddig éltél, az úgy megy tovább. És ha arra gondolsz, akkor a jövőben is leszel alkalmazott, a jövőben is lehetsz vállalkozó, stb. Stb. Tehát a világon azok az emberek, akik passzív jövedelemből élnek, az körülbelül 1%. A 99% az aktív jövedelemből él. Érted? Na most viszont az 1% az képes arra, hogy több jövedelmet csinál, mint a 99% együtt. Érted? És ahhoz, hogy az embernek mondjuk passzív jövedelme legyen, ezt kellene itt használni. Én mondom, 87-ben, 87 óta nekem van passzív jövedelme. 87 óta. Érted? Az nem most történt. És hidd el, hogy sokkal jobb, mint az aktív jövedelem. Mert az aktív jövedelemben az a baj, hogy ha visszafogod magadat az aktív jövedelemben, akkor kevesebb a bevételed. Tehát egy vállalkozó visszafogja magát, kevesebb a bevétele. Ha egy alkalmazott visszafogja magát, akkor először csak felszólítják, hogy ne fogja vissza magát, utána meg kirúgják, és akkor tényleg kevesebb lesz a jövedelme. Érted? Na most, egy átlagember gyakorlatilag két helyről tud passzív jövedelmet szerezni, vagy egyikről, vagy a másik. Tehát passzív jövedelem, én nem találkoztam másfajta passzív jövedelemmel. Tehát ahhoz, hogy az ember passzív jövedelme legyen, lehet másként is. Például örökölsz, mit tudom én, örökölsz egy 100 milliós ingatlan, csak most mondtam valamit, és utána a 100 milliós ingatlant mondjuk befekteted. És akkor lesz belőle passzív jövedelmed. Érted? Csak most mondtam valamit. De ha csak 20 milliót örökölsz, abból már nem lesz annyi passzív jövedelmed, hogy meg is élj belőle. Világos ez? Annyi, hogy kiegészíti az aktív jövedelmed. Tehát ott kezdődik, hogy az ember passzív jövedelemből, befektetésből megéljen, mai világban, hogy mondjuk 100 millió forint. Érted? Tehát lehet például passzív jövedelmet úgy is teremteni, hogy részvényeid vannak valami cégből, és a részvényekből kapsz osztalékot, csak most mondtam példát, jó? Tehát, de az átlag embereknek nincsenek 100 millióik, érted? Befektetésre. Nincsenek. Kevés az, aki örököl ilyen, mit tudom én, 100 milliókat,
A legtöbb embernek nincs. Tehát én két területen látom azt, ahol passzív jövedelmet lehet elérni tömegek számára. Az egyik az üzletkötői tevékenység, ott, ahol olyan üzletet lehet kötni, amiből van passzív jövedelem. Tehát magyarul megkötsz egy üzletet, és utána az, ameddig az az üzlet fennáll, utána kapsz érte jövedelmet. Érted? Ez az egyik. Na most van egy másik, azt pedig úgy hívják, hogy hálózatépítés. Oké? Na most a miénk, ami mi csinálunk, az ennek a kettőnek az ötvözete. Van abból passzív jövedelmet, hogy valaki itt tanul, érted? És van abból passzív jövedelmet, amit hálózatépítésnek neveznek. A hálózatépítésnek mi a lényege? A hálózatépítésnek az a lényege, hogy létrehozhat a hálózatépítő egy emberekből álló hálózatot, akik azt csinálják, amit ő. Tehát mit csinálnak? Az azt jelenti, hogy mondjuk hagyományos módon nevezve üzletet kötnek. De ugye az üzletkötők azok úgy működnek, hogy az üzletkötő a saját üzleti teljesítményéből csak ő részesül, senki más. A hálózatépítőnél pedig bárki alatta üzletet köt, aki elindította azt a csoportot, az is részesedik belőle. Világos ez? Annak az üzletnek a hasznából. Világos? És ha minél több üzletkötő, idézőjelben üzletkötője van, annál nagyobb a részesedés. Ez olyan, mint az üzletkötőknél a csoportvezető. De a csoportvezető kialakíthat egy csoportot, de azon belül az üzletkötők nem feltétlenül alakíthatnak ki egy csoportot. De a hálózatépítésnek az a lényege, hogy bárki kialakíthat csoportot. Nem kötelesség, nem kötelező, az egy lehetőség. Lehet tehát azt csinálni, hogy mint üzletkötő részesedik a teljesítményekből, a befizetések után járó jutalékból, és lehet azt csinálni, hogy például átadja a tudását, segít nekik abban, hogy ők is tudjanak dolgozni, szervezni, majd megnézzük, hogy mit, jó? És lényeg az, hogy bármekkora csoport teljesítményéből tud úgy részesedni, hogy bárki a csoportban üzletet köt, akkor ameddig ott befizetés van, addig ő neki részesedése van. Tehát ez egy passzív jövedelem, nem tudom, világos-e. Tehát nem kell érted dolgozni, vagy legalábbis közel nem annyit kell dolgozni, mint mikor létrehozta az ember az üzletet. Világos? Tehát egy, például egy üzletkötő, ezt úgy hívják, hogy állomány, mire létrehoz egy több milliós állományt, az nem egy pár hét, hanem az évek. Érted? És ha létrehozott egy több milliós állományt, akkor annak a hasznából részesedik, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy olyan mértékben részesedik, hogy bőven megél belőle. Érted? De annyit azért dolgozni kell velük, hogy továbbra is igénybe vegyék azt a terméket, vagy azt a szolgáltatást. Világos ez? Ennyi dolgozni kell velük. Tehát, hogy a fluktuáció, tehát azon kell dolgozni egy üzletkötőnek, hogy a fluktuációja, a saját fluktuációja, az csak kicsi legyen. Tehát ne legyen magas. Mert ha a fluktuációja magasabb, mint a növekedése, akkor csökken a pénz. Világos ez? Na most ezért például előnyös a hálózatépítés, mert a hálózatépítésben nem csak egy ember dolgozik azon, hogy a fluktuáció alacsony legyen, hanem ugye azok, akik dolgoznak a hálózatban, mindenkinek érdeke, hogy a fluktuáció alacsony legyen. És ezáltal, hoppá,
mindegy, kikapcsolom, nem tudom mit nyomtam meg, lehet az eszképet. Tehát ezáltal képzeljétek el, ugye a hálózatépítésben, ha jól dolgoznak, akkor a fluktuáció az kicsi, és a növekedés pedig, ha jól dolgoznak, mindig nagyobb, mint a fluktuáció, mert nem csak egy ember dolgozik, hanem minél több ember dolgozik, annál inkább el tudják azt érni, hogy a fluktuáció az jóval kisebb mértékű legyen, mint a növekedés, a létszám növekedés, tehát a bevétel növekedés. Érthető ez? Na most maga a hálózatépítés ezáltal jobb minden szempontból, mint az üzletkötés. Én voltam üzletkötő is, és 91-től elkezdtem hálózatépítéssel is foglalkozni. 91-től. És azóta én hálózatépítő is vagyok. Világos ez? Tehát is vagyok. Tehát nem csak cégvezető vagyok, nem csak oktató vagyok, hanem hálózatépítő is vagyok. Világos ez? De a hálózatépítésben ugye több a teendő, mert nem csak annyi a teendő, hogy létrehozza az üzletkötő magát, az állományt, és utána gondoskodik arról, hogy annak az állománynak a létszáma az, és a bevétel mennyisége az ne csökkenjen. De egy hálózatépítőnek ugye érdemes például azzal is foglalkozni, hogy megtanuljon olyan dolgokat, hogy hogyan irányítsa az embereket. Értitek? És hogyan hallgassanak rá az emberek. Érted? Miért? Azért, hogy tudja őket vezetni. Érthető? És kövessék a vezetőt az emberek. És csinálják azt, amit a vezető javasol. Tehát neki ilyen dolgokat is meg kell tanulni. Egy üzletkötőnek ilyeneket nem kell megtanulni. Tehát, de ha ilyeneket megtanul, akkor sokkal könnyebb dolga lesz az emberekkel, és egyre nagyobb és nagyobb csapatot tud létrehozni azért, mert van hozzá tudása. Tehát könnyebb egy terméket vagy egy szolgáltatást értékesíteni és állományt létrehozni, mint egy emberekből álló csoportot vezetni. De ha egy emberekből álló csoportot vezet valaki, akkor a passzív jövedelme jóval magasabb lesz, mint például egy üzletkötőnek. Világos ez? Tehát érdemes a passzív jövedelem miatt létrehozni ugye egy csoportot. Na most ugye miért mondom ezeket a dolgokat? Mert bajba van a jövedelmed, vagy bajba lesz hamarosan. Nem kis bajba, nagyon nagy bajba. És ha nem kezdesz passzív jövedelmet létrehozni, tehát ami azt jelenti, hogy kezdetben nem lesz passzív jövedelmed, addig még nincsenek nincs üzletkötés. Oké? Tehát először egy hálózatépítő, mint üzletkötő működik. Majd mikor már az üzletkötésben van tapasztalata, akkor tudja a tapasztalatait átadni a többi olyan embernek, akik szintén az üzletkötéssel kezdik. Világos ez? És ott már jön az első plusz tudás, hogy már egy kicsit vezetni is kell azokat az embereket, összefogni is kell azokat az embereket, stb. Stb., akik hozzá tartoznak. Érthető ez? Tehát lehet azt mondani, hogy neked gondod van az üzletkötéssel, mert nem vagy egy üzletkötő típus, egyébként
mindenki üzletkötő típus, csak úgy mondanám, jó? Mindenki annak született, mindenki piszok jól tudott cserélni, csak kinevelték belőled, ennyi. Jó, szóval ez az egyik. Másik, hogy te nem vagy egy hálózatépítő típus. Na hát én mondanám, hogy minden ember, aki a múlt században született, van egyese, tehát minden embernek vannak vezetői hajlamai, akik a múlt században születtek, jó? Onnantól kezdve nekem nem mondja senki, hogy ő nem üzletkötő típus, vagy nem hálózatépítő típus, jó? Maradjunk ennyibe. Na most, és nekem semmi gondom nincs azzal, valaki azt mondja, hogy ő nem üzletkötő típus, vagy nem hálózatépítő típus, semmi gondom nincs. Tudod miért? Mert a te életedről van szó, és nem az enyémről. A te életedet teszed tönkre ezzel a kijelentéssel, nem az enyémet. Világos ez? Ilyen egyszerű. Na most, tehát én néztem, hogy mivel lehet, mióta ismerem, hogy van olyan, hogy a passzív jövedelem, 87 óta, azért számoljátok ki, az 35 éve akárhogy nézem, mióta én tudom, hogy van olyan, hogy passzív jövedelem, néztem, hogy egy átlagember milyen módon tud passzív jövedelmet szerezni ezen a kettőn kívül, és azóta sem találtam semmit. Világos ez? Oké? És ez a két dolog, ha ráadásul megnézzük az üzletkötést és a hálózatépítést, etikus is. Főleg, ha az, amit értékesít az ember, mert mind a kettő értékesítő, az üzletkötő is, meg a hálózatépítő is, ha értékesít az ember, nem mindegy, hogy mit értékesítesz. Hogy az mások számára mennyire értékes. Tehát mit értünk azon, hogy értékes? Értékesebb, mint amennyit fizetnek érte. Érted? Tehát olyat értékesíteni, ami kevésbé értékes, mint amennyit fizetnek érte, azt vevő káros megkárosításának nevezzük. És sajnos az üzletkötő és a hálózatépítő, főleg a hálózatépítői területen igen-igen jellemző, hogy maga az a termék, vagy az a szolgáltatás nem ér annyit, mint amennyit fizetnek érte. És ezáltal ugye előbb-utóbb az a szervezet, amelyik így értékesít, elsorvad. Elsorvad. Ugye én 93-tól vagyok tulajdonos olyan szervezetben, ami azt jelenti, hogy én hoztam létre, amely hálózatépítéshez ad szolgáltatást. Világos ez? Volt egy időszak, amikor nem szolgáltatást nyújtottunk, hanem termékeket, de az csak pár év volt. Konkrétan mennyi? 3 év volt. Tehát ebből a 93-tól lévő ugye időszaktól, de az is megnézzük, 29 éve, mindössze 3 év olyan volt, hogy nem szolgáltatást nyújtottunk, mint értékesítési eszközt, hanem termékeket. Tehát 26 éven keresztül különböző szolgáltatást nyújtottunk, ez a különböző szolgáltatás, ez gyakorlatilag mondhatom azt, hogy 4 féle szolgáltatás volt ez alatt az időszak alatt. Tehát nem túl sok, 26 év alatt. Amit most szolgáltatást nyújtunk, az 2010 óta, tehát 12 éve csináljuk. 2010 óta. És ez a harmadik olyan terület, nem, mind a négyben piacvezetőt értünk el, ez a negyedik olyan terület, amiben piacvezetők lettünk. Érthető ez? Tehát mind a 4 területen, szolgáltatási területen elértük azt,
hogy piac vezetői pozíció. Érted? Itt most már ugye tehát egyetlen egy szolgáltatással sem foglalkoztunk 12 évet, az összes többi az rövidebb volt. Oké? Tehát amivel most foglalkozunk, az a leghosszabb időtartamú szolgáltatás, és ez úgy van tervezve, hogy ezt végigcsináljuk. Oké? Mi az a szolgáltatás, amivel foglalkozunk? Tehát egy olyan világban élsz, ahol a túlélésed attól függ, hogy milyen a hangulatod. Érted? Ha te rossz hangulatban éled az életedet, nem leszel hosszú életű. Ez egy általános szabály az embereknél. Egy jó állapotú ember sokkal hosszabb életű, mint egy rossz állapotú. Sokkal. És egy olyan világban élünk, ahol arra van óriási törekvés, hogy az emberek rossz hangulatúak legyenek. Ha te ezt nem látod, vak vagy. Nem tudok mást mondani. Tehát erre van törekvés, hogy rossz állapotú legyen, hát lehetőleg mindenki. De ez azt jelenti, hogy ezzel lényegesen megrövidítik az emberek élettartamát. És minél hosszabb ideig rossz állapotú valaki, annál hamarabb elhalálozik. Világos ez? Na most, de mit lehet ebben kezdeni? Azért az embernek tennie kell nem keveset, hogy jó állapotú tudjon maradni egy olyan világban, ahol az a törekvés, hogy mindenki rossz állapotban legyen. És az ember az olyan, hogy sajnos hat rá a környezete. És ha a környezeted rossz állapotú, akkor te is az vagy. Érted? Ha csak nem teszel valami olyat, hogy dolgozol azon, hogy jó állapotú tudj maradni. Egy olyan közeg nélkül, környezet nélkül, ahol ezt tudnád gyakorolni, tudnád tanulni, enélkül gyakorlatilag lehetetlen. Hiszen megnézed, az emberek, akik a környezetedben vannak, hatnak rád. Méghozzá tudod, mire hatnak leginkább? Az elmédre hatnak. És nem a tudatos részére hatnak, hanem az érzelmeidre hatnak. És ha megnézed, az a törekvés, hogy te rossz állapotban legyél, az egy az egybe úgy van kitalálva, hogy az érzelmeidre hasson. Oké? Az érzelmek olyanok az embereknél, hogy le tudják őket vinni rossz hangulatba. Tehát, ha például panaszkodik neked valaki, az érzelmileg hat rád, és te is rosszabb állapotban leszel a panaszkodás hatására. Ha hallasz rossz híreket, bárhol, bárkitől, az érzelmileg hat rád, és leviszi a hangulatodat. Ha például a főnököd éppen valamivel elégedetlenkedik, főleg veled szemben, az érzelmileg hat rád, és lerontja a hangulatodat. Az azt jelenti, hogy minden olyan dolog, ami számodra nem tetsző, az érzelmileg hat rád,
és ront a hangulatodon. Minden olyan dolog, ami nem tetsző. Mit értek ezzel, hogy nem tetsző? Tehát nem látsz valamit, és azt mondod, hogy nem tetszik, bár az is hat a hangulatodra, akármilyen hihetetlen. Mert ha látsz valami szépet, akkor az felhoz, felemel. De ha látsz valami neked nem tetszőt, az nem emel föl téged. Érted? Hanem lejjebb visz. És minél jobban nem tetszik neked valami, például azt, amit mondanak neked, vagy az a hír, amit hallasz, annál inkább hat rád érzelmileg negatív értelemben. És ha sok-sok külső hatásért ért téged, akkor állandóan rossz állapotba visznek ezek a külső hatások, és akkor egy idő után egyszerűen már nem tudod azt elérni, hogy jó állapotban legyél. Érted? Mert egyszerűen alkalmazkodik az ember ahhoz a rengeteg negatív hatáshoz, ami éri. Világos ez? Hát gondold végig, hogy napi szinten a legtöbb embert, például aki közlekedik, vagy aki nézi az internetet, vagy a tévét, mennyi negatív hatás éri? Még akkor is, ha senki nem szól hozzá, vagy ő sem szól senkihez. Még akkor is. Hány negatív reklámot lát? Hány negatív hírt hall? Vagy lát? Stb. Stb. Oké? És ez azt jelenti, hogy itt volt ez a két év, ha megnézed, valamivel több most már, mint két év, egy hónappal. Hát itt aztán volt annyi negatív hír, hogy soha életben, életemben előtte összesen nem volt annyi negatív hír, mint ebben a két évben. Nem? Egyetértünk ebbe? Tehát mondhatjuk azt, hogy 58 év alatt nem éltem meg annyi negatív hírt, mint most két év alatt. Most gondold végig, ha megnézed, mennyit rontott ez az emberek hangulatán. Megnéztem ilyen 90-es évek videóit, amit mi vettünk föl. Nem mi, apám. Nekünk még ugye akkor nem volt videokameránk a 90-es évek első felében, apunak már volt, és bárhova elmentek, tehát ugye nekik jó nyugdíjuk volt, mert vállalkozók voltak, és ugye apu megteremtette azt, hogy jó nyugdíjuk legyen, és ezért is mentek ide-oda, és bárhol voltak, ott volt zenés, táncos mulatság, érted? Minden szállodában volt zenés, táncos mulatság, és mivel anyu imádott táncolni, ezért ez mind felkerült a videófelvételre. Tehát olyan videófelvételt nem találtunk, ahol nem vették föl a zenés, táncos mulatságot. Érted? Most elmész egy szállodába, van este zenés, táncos mulatság. Mondom, nem tudtak úgy elmenni egy szállodába, ahol nem lett volna, akármilyen minőségű szálloda volt, ahol nem volt zenés, táncos mulatság, a 90-es évek első feléről beszélek. Sőt, utána néztük a 90-es éves második felét, egészen 99, sőt 2000-ig néztük, ugye apám 2000-ben halt meg, és még előtte is abban az évben télen, olyan helyen voltak, ahol ott táncoltak anyuval, zenés táncos mulatságon. Érted? Még 99-ben is. Hol vannak már ilyenek? Hol? Miért nincsenek? Mert az embereknek nincs rá igényük. Hát gondold végig, ha az embereknek lenne rá igénye, akkor bolond lenne a szálloda nem csinálni ilyet,
Miért csinálna ilyet? Hát hogy minél több vendég menjen, világos ez? De mivel az embereknek már erre nincs igényük, ezért nem csinálnak ilyeneket, érted? Tehát az azt jelenti, hogy de miért nincs igényük? Mert sokkal rosszabb a hangulatuk. Ahhoz, hogy valaki táncoljon, ahhoz jó kedvűnek kell lennie, érted? Hát mit van, mit mond egy nem jó kedvű ember? Hát nincs kedvem táncolni, vagy nem azt mondja? Mert a tánc az egy jó kedv szintet igényel, érted? És valaki elment egy ilyen zenés táncos helyre, és mit tudom én, 10-15-20 perc után a jó zene hallatára feljött a hangulata, és akkor azt mondta a párjának, hogy nem akarunk menni táncolni, és azt mondta a párja, de menjünk, és ott táncoltak az emberek, nem csak ők, hát tele volt a táncparkett, érted? Táncosokkal, mármint úgy értve, hogy nem hivatásos táncosokkal, hanem a közönség táncolt, érted? És ez most nincs, nincs ilyen. Miért nincs? Mert nincs rá igény, érted? Miért nincs rá igény? Mert az emberek sokkal, de sokkal rosszabb hangulatúak, sokkal rosszabb hangulatúak, érted? Na most, ha az emberek sokkal rosszabb hangulatúak, ez tény, ha nem hiszed, úgyis megéled. Ha te rossz hangulatú vagy, sokkal hamarabb meghalsz, mintha jó hangulatú lennél. Ezt meg fogod tapasztalni, semmi gond nincs ezzel. Na most, kérdezem én azt, hogy hogy hozod helyre a jó hangulatodat? És akkor azt, sokan azt csinálják, hogy mennek nyaralni. Érted? És akkor bemennek ilyen wellnessbe, és a wellnessbe ott ülnek, mint a, majdnem kimondtam, tudod, a ilyen, F-fel kezdődik és S-szel végződik, érted? Ott ülnek, és gondold végig, az nem jó, az nem csinál jó hangulatot. És akkor ha netán beszédben legyenek valakivel, akkor beszélnek például erről a világhelyzetről, ami nem felhozza őket, érted? Hanem leviszi őket. És nincs este szórakozás, nincs táncos mulatság, nincs, érted? Nincsen. És azt hiszik, hogy maga a wellness az jó hangulatot csinál. Hát én voltam életemben egy pár wellnessen, én semmi olyasmit nem éreztem, hogy jó hangulatot csinált volna, azt éreztem, hogy olyan unalmas volt, mint a bűn, érted? Szóval lényeg az, hogy gondold végig, te aki most átlag életet élsz, még átlag életet, mert hamarosan átlag alatt itt fogsz, ha most még átlag életet élsz, mi lesz veled a jövőben? Mi lesz veled? Nekünk van egy olyan szolgáltatásunk, ami páratlan bolygószinten. Képzeljétek el, annak idején el tudtam azt mondani, olyan szolgáltatást csináltam, hogy ez ilyen formában, ahogy csináljuk, páratlan Magyarországon. Most azt, amit csinálunk, ahogy csináljuk, és amit csinálunk, bolygószinten páratlan. Ezáltal más jócskán nézőpont szempontjából, mint amit eddig azelőtt csináltunk. Hát nézzük meg, hogy mit csinálunk. Vannak képzéseink. Jó, hát de másoknak is vannak. Aha. De mit képeznek? Nézzük meg, mi mit képezünk.
az elmúlt 12 évben nem tudtak olyan kérdést föltenni az ember és az élet ismeretével kapcsolatban, amire ne tudtam volna válaszolni. Érted? Az ember működésével kapcsolatban, az élet működésével kapcsolatban nem tudtak olyan kérdést föltenni. Tehát akkor milyen képzéseket tartunk? Olyan képzéseket, ami ehhez kapcsolódik, hogy te bármilyen élethelyzetbe kerülj, képes legyél helyesen cselekedni, nem, azelőtt jó döntést hozni és helyesen cselekedni. Világos legyen? Vagy világos ez a dolog? Tehát az embernek arra, hogy helyesen döntsön vagy helyesen cselekedjen, tudásra van szüksége. És van még egy nagy probléma, sok tudást lehet kapni a bolygón. Aha, de mennyiért? De mennyiért? Az ilyen típusú tudást mondjuk óránként olyan 5000 forint alatt nem úszod meg. És akkor még olcsóról beszéltem. Egy. Kettő. De mi van, ha a tudás alkalmazásánál elakadsz? Ki fog neked segíteni? Azt mondod, hogy lesz. Aha, mennyiért? Mondjuk minimum 5000 forintért óránként. Itt pedig ingyen van a segítség. Érted? Tehát akik itt tanulnak, akik itt ebben a szervezetben vannak, azok, ha elakadnak a tudás alkalmazásával, segítséget kapnak ingyen. Érted? Kiktől? A vezetőjüktől, igazgatójuktól. Ez teljesen páratlan. Rendszeresen vannak képzéseink szerdán és vasárnap. Minden szerdán és minden vasárnap. Szerdánként 18 órától, vasárnaponként pedig fél öttől, délután fél öttől. Két részből állnak a képzéseink, van egy díjmentes rész, ahol módszereket nem adok, tudást azt adok, de módszereket nem, és a második részben adok tudást is, meg módszereket is. És azok az emberek, akik itt tanulnak, egyre tudatosabban tudják élni az életüket, ha használják a tudást természetesen. Mert a tudással egy gond van, hogy használni is kell. Ez a gond. Mert akkor fog működni, ha az ember használja. És ha ezt tovább nézzük, akkor mit eredményez még? Nekünk van egy óriási tervünk. Tehát mit csinálunk? Mi nem azért csináljuk, hogy tudást adjunk csak az embereknek, hanem olyan tudást adjunk az embereknek, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Érted? Miért kellene bekerülni az aranykorba? Nagyon egyszerű. Emiatt. Mert vissza kellene kerülni az emberiségnek abba a létformába, ahonnan jött. Vagy legalábbis nagyon-nagyon sok embernek. Tömegesen a bolygóról, mióta ez az emberiség van, hát nagyon ritkán fordult elő, hogy visszakerültek volna abba a létformába, ahonnan jöttek. Milyen létformából jöttünk? Egy magasabb rendű létformából, ez legalább angyali létformára gondolj.
Tehát ha szoktad mondani a párodnak, hogy angyalom, esetlegesen, oké, akkor tudod, miről van szó. Na szóval, lényeg az, hogy ahhoz, hogy a magasabb létformába juthasson valaki, a hetedik lelki szintre kell kerülnie. Az tudás nélkül, méghozzá az egy nagyon magas szintű tudás nélkül lehetetlen. Ahhoz, hogy aranykorba juthasson valaki, a hatodik lelki szintre kellene kerülni. Az aranykor egy átmeneti korszak, ami azt a célt szolgálja, hogy gyorsabban fejlődj. Oké? Ugyanis a hatosból a hetesbe nehezebb eljutni, mint mondjuk az egyesből a hatosba. Oké? De a hatosból hetesbe nem lehet eljutni akkor, ha közben téged elnyomnak. Ezáltal egy olyan társadalmi forma kell, hogy kialakuljon, amit aranykornak nevezek, ahol nincs elnyomás, és nincsenek elnyomók. Tehát ott nincs elnyomás, ahol nincsenek elnyomók. Érted? Például ebben a szervezetben nincs elnyomás, mert nincsenek elnyomók. Érted? Nem sok olyan szervezetet találsz a bolygón, ahol nincsenek elnyomók. Oké? Ugyanis a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Még azt is lehet mondani, hogy nem igazán találsz olyan ilyen kicsit népesebb családot, ahol ott van mondjuk 10-20 ember, ahol nincs köztük elnyomó. Családokról beszélünk. Tehát lényeg az, hogy mi olyan tudást adunk az embereknek, ahol nekem az a dolgom, hogy olyan tudást adjak nektek, ami által képesekké váltok az aranykorba bejutni. Oké? De ha az aranykorba bejutottunk, akkor sem az istenek fognak minket tanítani közvetlenül. Oké? Hanem akkor is úgy fog működni, mint most, hogy lesz olyan ember, mint például én, aki kapja az üzenetet, és tanítja a többieket. Érted? És ez azt jelenti, hogy egy elnyomómentes társadalomban miért kell annyit most dolgozni? Mert az elnyomókat ki kell szolgálni. Érted? És az elnyomók a te hátadon élnek. Ezért kell annyit dolgozni. Ha most kiszámolnád, hogy a megtermelt értékednek hány százalékát viszed haza ténylegesen, és hány százalékát tudod elkölteni, akkor gyakorlatilag nagyon könnyen kiszámolnád azt, hogy körülbelül a teljes megtermelt összegednek a 30 százalékát tudod felhasználni. Tehát ami azt jelenti, hogy a 8 órát elosztjuk, vagy a mondjuk a 40 órát elosztjuk hárommal, akkor durván 12 óra alatt, 13 óra alatt mondjuk, megtermeled azt a pénzt most jelenleg, érted? Amiért most 40 órát kell dolgoznod, érted? Tehát gondold végig, hogyha egy olyan társadalomban élnél, ahol csak mondjuk egy hét alatt csak 10-12 órát kell dolgozni, akkor mennyi időd maradna mondjuk a saját fejlődésedre? Érted? Mert nyilván aludni akkor is kell majd, tisztálkodni akkor is kell majd, magadról gondoskodni akkor is kell majd, öltözködni, stb. Stb. Tehát ilyenek akkor is lesznek. Hajadat akkor is kell megfésülni, stb. Stb. Nőknek kicsit hosszabb ideig tart. Érted? Kopaszaknak egész rövid. Szóval, ha megnézzük, így is eltöltesz magadra időt, és ezáltal, meg ugye a munkádra töltesz a legtöbb időt, ezáltal mennyi időd marad? Nem túl sok. És az aranykorban
maradna időd a fejlődésre, érted? És ezért ugye lesz ez az átmeneti időszak, lennie kell ennek az átmeneti időszaknak, mert ha ez az átmeneti időszak nem lesz, akkor mi se leszünk. Oké? Tehát vagy lesz ezen a bolygón aranykor, vagy ezen a bolygón többet nem lesz emberiség, érted? Ez van. És akkor el lehet dönteni, hogy mi lesz, és ennek 2035-ig be kell teljesülnie. Oké? 2035-ig. És ha itt 2035-ig ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor ezen a bolygón 2035-től nem lesz emberiség. Világos ez? És ezt nem azért, mert én mondom, én nem mondom, én csak közvetítem. Oké? És ez nem félelemkeltés, hanem figyelmeztetés. Világos ez? Tehát figyelmeztetve vagy, ha nem tanulsz, nem éled meg a 2035-öt. Világos ez? És ehhez nem elég csak tanulni, és nem elég, hogy hát valamilyen szinten használgatod a tudást, hanem meg kell tanulnod alkalmazni. Az alkalmazást úgy lehet létrehozni, hogyha az embernek van olyan helye és ideje és terepe, ahol gyakorolhat. És hol tudod az emberekkel való bánásmódot gyakorolni, hanem embereken. Ezért feltétlenül fontos, hogy legyen csapatod. Milyen csapatod? Akik itt tanulnak, akik szerveznek. Abban a rendszerben, amiről az elején beszéltem. Ezt úgy hívják, hogy az üzletkötés és a hálózatépítés össze van házasítva, és tudsz jövedelmet keresni az üzletkötéseidből, és tudsz jövedelmet keresni a hálózatépítésből. Érthető? És a jövedelmek ebből állnak össze is. Ameddig az állományod itt tanul, illetve a szervezők állománya itt tanul, te részesedsz. Érted? Az ő tandíjuknak a befizetéseiből. Jelenleg ez a tandíj kifizetés, tehát a tandíjból való kifizetés, ez 75%. Tehát a bevételeinknek 75%-a ki van fizetve a szervezőknek. Sehol sem találsz ilyen magas kifizetést. Oké? Mennyi a tandíj? 19.700 forint az első hónapban. Annak a 75%-a a szervezőknek ki van fizetve. A 9.800 forint a második hónaptól. Annak a 75%-a ki van fizetve a szervezőknek. Oké? Aki a tanulót hozta, ő az üzletkötő. Oké? Tehát üzletkötői jutalékot kap, az minimum 32%, és ha ő annak a csoportnak valamilyen szinten már a feje, vezetője, akkor részesedik további jutalékokból, és összességében 75% van kifizetve, tehát 32 meg 43, világos ez? Így jön ki a 75%. Tehát 32 a direkt, bár az növekedhet, és 43 pedig a közvetett, a hálózatépítésből származó jutalék, 43%. Jó? Na most, ez azt jelenti, hogy ez is miért van. Képzeljétek el, régen a régi szolgáltatásokat azért hoztam létre, a hálózatépítés miatt. Hogy az emberek tudjanak belőle jövedelmet teremteni.
2010-től nem ezért hoztam létre a szolgáltatást, hogy jövedelmet tudjanak belőle az emberek teremteni, hanem azért, hogy aranykor legyen. Világos ez? De ha nincs szervezés, nincs aranykor. És itt a bolygón egy kérdés van, hogy hányan fognak bejutni az aranykorba. Ha nincs szervezés, vagy nem elég intenzív a szervezés, hát akkor bizony nem sokan fognak bejutni az aranykorba. Ha elég intenzív a szervezés, akkor sokan fognak bejutni az aranykorba. Az emberek 80%-a alkalmas lenne a bejutásra, ha tanulna. Oké? Az azt jelenti, hogy 6,4 milliárd ember. Nem ennyi fog bejutni, nehogy ezt higgyétek. Ennek a töredéke valószínűleg. És mi lesz azokkal, akik nem jutnak be? Meghalnak. És mi lesz utána velük? Semmi gond, nem kell aggódni, mert van létközi állapot, csak a tested hal meg, a lelked az nem. Csak egy baj van, hogy nem ide fogsz visszaszületni, hanem egy másik bolygóra. Egy olyan bolygóra, ahol az élet nemrég lett indítva. Oké? Egy olyan bolygóra, ahol lehet kezdeni a kőkorszaki körülmények között való kipróbálást, jó? Hogy milyen lehet kőkorszaki körülmények között élni. Tudod, ilyen Frédi Bén is megoldásként. Oké? Tehát technika nélkül. Jó? És akkor már lehet egy pár ezer év múlva már lesz valami technika is. Oké? De ugye ez az egy bolygóra való leszületéssel, egy emberiség mikor leszületik egy bolygóról, bolygóra, tudod mi a baj? Hogy körülbelül 100 család születik le. És képzeld el, abból mikor lesz mondjuk 6 milliárd, vagy 5 milliárd? 100 családból. Hát egy jó pár ezer év. Oké? És ez, ugye ez miért fontos, hogy hát újra szüles? Mert a léleknek az a dolga, hogy fejlődjön. És ha a lélek nem fejlődik, akkor nem boldog. Oké? És mit jelent egy léleknek a fejlődése? Azt jelenti, a lélek fejlődése, hogy hasznosítható tudást szerez. Érted? Tehát nem olyan, nem lexikális tudást szerez, hanem hasznosítható tudást szerez. Lexikális tudásra nincs szükség, azért vannak a lexikonok, hogy megnézd. Olyat kell, amit a mindennapokban tudsz hasznosítani. Érted? Tehát hasznosítható tudás. És még egyszer mondom, ha a lélek nem jut hasznosítható tudáshoz, akkor nem boldog. Tehát az nem boldogság, hogy mit tudom én, fogod, hülyére iszod magad, oldódnak a gátlásaid, érted, és nincs önkontroll. Ez nem boldogság. Az nem boldogság, hogy neked, hogy egy kicsit jobb kedved legyen, innod kell. Nem boldogság. Hát a legtöbb embernek, ha körülnézze a környezetbe, hogy egy kicsit jobb kedve legyen, innia kell. Nem vizet, piát, alkoholt. Érted? Vannak olyan emberek, akik ennél már többre vágynak, ezért már drogoznak is, érted? Ez nem boldogság, ilyenkor a lelked sír. Érted, hogy ennyire hülye vagy? Nem vicc, komoly, hogy ennyire hülye a gazdám, ennyire hülye az a test, amiben benne vagyok, sír a lelked.
nem alkohollal kell pótolni, meg droggal kell pótolni azt, hogy jobb állapotban legyél, hanem az ember úgy működik, hogyha az életben hasznosítható tudáshoz jutsz, akkor ez javít a hangulatodon. És minél kevesebb butaságot csinálsz az életedben, annál boldogabb leszel, érted? És minél több helyes döntést hozol, minél több helyes cselekedeted van, annál boldogabb leszel, érted? De ez tudás nélkül nem megy, oké? És ha ez az egész tudás ki van, hát fel van építve arra, hogy minden tudást megkapjál, ami az élethez kell, érted? Minden tudást, körforgásban van az egész, nem lehet semmiből se kimaradni, ha végig akarod csinálni. Egy teljes végigcsinálás úgyis 9 évnél fog kilukadni, 9 év alatt fogsz hozzájutni a teljes tudáshoz, érted? Ha 9 hónap alatt akarsz, akkor nem fogsz. És évente oda kell figyelned, hogy mit élsz meg, és annak alapján kell cselekedned, amit abban az évben meg kell élned, érted? Évente. Tehát lényeg az, hogy egy csodálatos dolgot csinálunk, egy új korszak hajnalát kell létrehozni, érted? Egy új korszak hajnalát. Ettől most még az emberiség távol van, hogy szeretetben, békében együttműködjön. Akik nem akarnak szeretetben, békében együttműködni, semmi gond nincs velük, meg fognak halni. Ennyi. Érted? Nem akartam magam csúnyán kifejezni, pedig tudtam volna. Köszönöm szépen a figyelmeteket, lesz most 30 perc szünetünk, utána pedig képzésünk lesz, pont ezekkel az energiákkal kapcsolatban, hogy az embernek mit kell megélni, és avval kapcsolatban mit tehet. Szeretlek benneteket, sziasztok!